kívánok. Nagy volt az izgalom szombaton délelőtt a Városházán, a pihenőszobában ugyanis a fehérvári versünnep fiataljai a színpadra lépés előtti utolsó pillanatokat töltötték. Az idei megmérettetésre rekordszámú középiskolás jelentkezett, több mint 40 diák közül került ki az a 12, akik részt vehetnek a döntőn. Szegény bolond. Pedig csak álmodott. Csak álmodott egy létráról az égig. A zsűri idén úgy döntött, Borbély Levente viheti haza a fődíjat. A ciszterci iskola tizedikese másodjára jelentkezett a megmérettetésre. Azt mondta, a különleges közösség és az irodalom szeretete miatt. Nagyon szeretem az irodalmat, elképesztően, és nekem mindig, amikor idejövök, akár válogatóra, akár pedig így a döntőre, egy elképesztő élmény az, hogy olyan költeményeket hallok, ami valószínűleg alapból nem feltétlenül jutna el hozzám. Nekem ez a széles látókör, vagy látókör szélesítés az, ami talán a legfőbb oka, illetve hát nem elhanyagolható, hogy a tavalyi és az idei versünnepes közösség rendkívül erős volt. A polgármester kiemelte, azért támogatják évről évre a verseny megrendezését, mert a tehetséggondozás kiemelt feladat az önkormányzat számára. A fehérvári versünnepen bebizonyosodik, különleges érdeklődő, tehetséges fiatalokból áll a város diáksága, tette hozzá. Jelentőség van a közösség vonatkozásában, a város kulturális élete tekintetében és az ifjúsági élete vonatkozásában is, hiszen itt fiatalok jönnek évről évre, szerencsére most nagyon-nagyon sokan jelentkeztek is, közülük 12-en bejutottak a döntőbe, és tőlük a korábbi éveket tekintve is biztos, hogy gyönyörű versmondásokat fogunk hallani. A Fehérvár Média Centrum partnereivel 14. alkalommal szervezte meg a költészet napjához kapcsolódó programot. Cégünk külön díját, a Lukács József emlékdíjat Vagyon Réka vehette át. Munkatársaimmal együtt nagy örömmel várjuk minden évben ezt a versenyt, hiszen igazi élmény végignézni az elődöntős fellépőket is, és látni, hogy néhány héten belül kis segítséggel, amit a Vörösmarty Színház művészeitől kapnak, milyen magasságokba emelkedik az a produktum, amit láthatunk, hallhatunk tőlük. A második helyen Szabó Gergő végzett, a harmadik pedig Schneider Zajákos lett. A Szép Hő ZRT külön díját Bódis Boróka Ajsa nyerte el. A versmondók felkészülését idén is a Vörösmarty Színház színművészei segítették. A versünnep minden döntőse részvételt nyert a székelyföldi Varga Sándor verstáborba.